Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi az ő titka? Mit titkol el előled? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés. De feltelheted ezt a kérdést, hogy mit titkol ő el előled, és akkor kivettem a kártyát a te személyes helyzetedre. Ennek a díja, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Asztrológiával kiegészítve 10000 forint. Ezek a személyes videók a másik csatornámon jelennek meg, és ezt a csatornát úgy hívom Themeisterin des Kartenlegens. Németül, mert korábban német videók voltak ezen a csatornán. Tehát ott található meg, de küldöm a linket, tehát nem kell keresgetni a személyes videókat. Ehhez kérek mindig egy álnevet, hiszen nem szabad az, hogy kiderüljön, hogy kiről meg miről van szó, de itt nagyon óvatos vagyok. És most megnézzük ezt a jóslást, ezt az általános jóslást, mit titkol ő el előled. Itt bal oldalon vannak az ő titkai. Ez a kép itt középen azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket, és szemben jobb oldalon azt mutatják a képek, hogy hat ki ez rád, hogy viszonyulj hozzá. Itt látható, hogy ő áll a középpontban, tehát minden körülötte farag, de ezt ő eltitkolja, tehát nem mondja ki azt, hogy ő mennyire fontos most. A háta mögött megjelenik a mozgás, közeledik hozzád, lesznek itt változások, de ezt nem mondja ki előre. Itt ez a lovas férfi lehet egy férfi a közelében, egy kolléga, egy barát, vagy valaki a családból. Itt látható, hogy van kommunikáció, van kapcsolat kettőjük között, bizonyos dolgokat megbeszélnek egymással, de erről sem számol be. Talán nem tartja ezt olyan fontosnak. Itt látható a nyilvánosság és a virágcsokor, ő meghív téged. Vagy találkoztok a nyilvánosságon, és úgy fog tenni, minthogyha ez a találkozás véletlen lenne, holott ő ezt tervezi, de eltitkolja. A virágcsokor jelent egy ajándékot is, és itt van ez a levél, tehát jön egy hír, ez a hír útban van hozzád, itt lesz egy meghívás, a nyilvánosság, és kapsz tőle egy ajándékot. Ezek az ő tervei, de nem mondja ki ezt előre, eltitkolja. Olyan rossz dolgok nincsenek itt, hiszen a képek szerencsét hoznak neked. És hogy viszonyulj hozzám a te helyzeted? Itt volt csend, nyugalom, fogva érezted magadat, mert nem tudtad, hogyan tovább, jelentkezik-e, igen vagy sem, de ez az időszak elmúlik, hiszen kisüt a nap, megvan a vonzalom kettőtök között, látni fogjátok egymást, kiderül az igazság, nyíltan beszél veled. Itt lesz egy közös otthon, vagy azt is jelentheti ez a kép, hogy ő meglátogat téged, vagy most így a nyár folyamán kialakulnak itt az alapok. És ez a torony, ami fogva tartott benneteket, elmúlik, hiszen a koporsó lesz, le tudja zárni. És itt van a remény, ez a hajó jelenthet egy utazás tervezését is, most a nyár folyamán, vagy ez az út a déli irányba vezet benneteket, ott lesz a nyaralás. És ami összeköt benneteket, itt ez a gyűrű, a kapcsolat, azt is jelenti, hogy ő mindig visszatér hozzád, vagy tervez egy eljegyzést, egy házasságot. És ez volt a felvétel. Köszönöm a figyelmeteket,
Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!